Eltemették Jacques Chirac volt francia elnököt. Gyászmiséjét délben celebrálta Michel Opeti párizsi érsek a Saint-Sulpice templomban. Ez Párizs második legnagyobb temploma. A Notre-Dame tűzkatasztrófája után ezt használják a fontos katolikus szertartásokhoz, és közelében található az a ház is, ahol Chirac az utolsó éveit töltötte. A gyászmisén Daniel Barenboim zongorázott. Jacques Chirac 12 éven át szolgált francia elnökként, kétszer miniszterelnök és belügyminiszter volt, és csaknem két évtizeden át Párizs polgármestere. A nemzeti lobogóval borított koporsóját a Saint-Sulpice templomból a Montparnasse temetőbe szállították.